Nem addolunk be semmit, Bence. Legalábbis nem szeretnénk, nem Hello, Pala? folks, and so I... Na, szóval itt van egy elvileg egy 2 perces videó bevezetőnek. Aha. Tényleg a másik ablakban meg a Pornhub van megnyitva, vagy jól látom. Ha persze, hát azért mondom, hogy a pornót ezt nem lövöm ki, ezt te is tudod, ja, jó? Ja, ennyi, nem szó, persze. Az a baj, Bence, akkor ha már addolnánk, akkor már az egész játék csalás lenne, mert akkor már renderpöl is kéne, nem? De nem. Hallod, Kriszti, neked jelszó, hívhatod jelszónak a passwordot. Á, tehát meg kell adnom azt, hogy mit csináljon, hogy mivel kapcsolatban csinálja. Tehát ilyen vektorokat kell nézegetnem, ami meg a kiskönyvbe lehet benne. Most így próbálom nektek az ablakfelvételt levenni, hogy lássuk, hogy mit szenvedek vele. Azt Ja. mondja, hogy vannak ilyen irányok. Azt mondja, hogy Ja, hogy már az is csalásnak számít, hogy nincsenek bobok, peacefulba mi? Ja. nyissam meg ezt. Oké, én megnyitom. Ezt dobta be elém. Enciklopédia Psionika. Spell programozás. Primer vektorok. Azt a kurva élet. De mire megtanulom, azt meg lemegy a nap. Nem baj. Jó, egyszerűsítsük le. Kell nekünk ez a kurva fa. Ugye? Aha. Az a neve, hogy Edified Wood. Keresünk egy olyat, hogy Google tutorial. Azt mondja, hogy Edified Wood Hex Casting. Igen, az nagyon jó, hogy 34 perces a videó. Biztos velem van a baj. Dehogy is emlékszem régen, amikor a botaniás móka volt, vagy nem tudom melyik volt az a varázslós mód, ahol ilyen táblába kellett papírokat rajzolni, és rajzolni kellett valami formákat, emlékszel? Na figyelj! Na Tehát figyelek. Kattint vele, rajzol, igen. Tehát, hogy én, tehát ez egy nyelv, és igen, elszenved vele, megnézi a vektort, tehát én átalakítom azt ott magam előtt, ajaj. Küzd vele ő is. Eljutottunk odáig, hogy mit akarunk csinálni. Hát, nem lettem okosabb. Pedig nekünk most egy videótutoriál fog kelleni. Trinketek. Igen.
Az meg, ez egy kicsit alul dokumentált ez a varázslás is. Mi a véleményed erre? Még nagyon kezdetleges a mód. Hát szeptember 10-én jött ki, vagy mikor? Egy hónappal hamarabb már a Dire Wolfnál volt, de ő se tudott nekünk valami értelmesebbet összehozni. Hát nem tudom akkor. Overview, demo. Nem örülök neki. Igen. Akkor most nekiáll varázsolni. Azt mondja, hogy én. Kijelöli a nevet. A kijelöl valami koordinátát. Megint én. Előrefelé, vagy mi a fasz? És akkor az lesz az átalakító, vagy ütés, vagy kalapács, vagy mi? Igen, elengedi. De nem tudom, hogy hogyan kasztolja el. Látod? Tehát, hogy ilyen full ez a... Érdekes, aha. Telerajzolja a fél képernyőt mindenfélével, és akkor kiütötte. De nekem most csak egy Edify Wood kell, gyerekek. Azt a rohadt életbe. Hogyan készítünk trinketeket? Igen. Igen. A faszom, nem. Én úgy döntöttem, hogy leegyszerűsítem. Hogy inkább nem upgrade, mit csinálsz? Nem upgrade-elem, igen. Ennyi. Hát ez... Nem kell túl bonyolítani szerintem. Ha nem megy, akkor itt most... Ez ennyit nem ér. Persze, most még tanulja meg 600 módot majd valaminek a megcsinálásához, nem? Nem, hát ezzel csak a gyors... Majd megfejtjük egyszer, csak nem most. Nem most, ja. Tehát ez a, szerintem nekünk most szolárpanellel kell foglalkozni. Így van. HV szolárpanel, miért nem készül? Valamiért leállt. Valamelyik gép dolgozik és lassú? Nem tudom. Aha, a centrifugánk lassú. Kell hozzá egy csomó overclocker. Jó, hát akkor... Bella. Most lassabban szöszölünk el ezzel a vízzel, meg különben eltüntetjük. És... Cellát visszaadjuk az MR rendszernek. Képet jól kapcsoltam vissza, ugye? Igen. És akkor kell az a neve, hogy overclocker. Az a, hogy ezt nem lehet beautomatizálni, nem? A fluid cell-t, ha el tudnánk készíteni valamivel. Már hogy a vízzel töltöttet, értelemszerűen. Ha valami olyan gép kéne, amit bele tudná tölteni a vizet, nem? Talán meg kiadná. Hát, de most jó. Jó, persze, majd foglalkozunk ilyenekkel később. Persze. Pittyeg itt a telefonom folyamatosan.
Ja, igen, hát ez mondjuk egy lényeges dolog, hogy ezért a DM-be végre érkezett WC papír, amit használunk. Látod? De nem tudom, miért küzdesz a papírral, még sose értettem ezt. Mert a kagylókat nem tanították meg kezelni. De nem is kell a kagylót, a WC-kefe az is ki tudod piszkálni a végét, nem? Hát régen egyébként úgy volt, hogy WC-kefével csinálták Ja. Electronic Circuit. Csinálj már egy pár darabot nekem, léci. Van egy olyan érzésem, hogy az is az izével függ össze a gumifával. És nincs is benne, szerinted? A rendszerben már gumifa? Gumifa van benne, csak lassan dolgozza föl gumivá. Nem. Dehogy nem. Ja, ebbe a gépbe csinálja, ha. És 6 darab overclockert még el kéne viseljen. Elvileg a rendszer. Egy darabig. Aha. Hát egy darabig. Tehát kell csinálnia neki 256.825 darab gumit ezéhez, hogy meglegyen a 3000 kábel, és azon dolgozik. Várjál, cancerre teszem, és akkor dolgozzunk inkább az Overclocker projekten, ha lehet. Persze. Csinálja, csak az Electronic Circuit is ebből készül. Jó, és akkor visszaadjuk neki a Solar Panel kraftolását. Azt mondja, hogy a High Voltage-ból kell 8, de már kevesebb dolgot kell csinálni, viszont egy csomó koppert is elhasznál hozzá. És akkor tovább dolgozik a rendszer ugyanazon, hogy legyen gumi. És el kell készítsen még 547 darab elektromos áramkört. Jó is az, nem? Így van, az szép. Ez el lesz itt, mint befőtt a spájzban. Csak gondoltam én, hogy ebben mennyi, hány ilyen generátor van itt? 7? Aha. Azt hiszem, igen. Az jó. Nézzük csak, hogy mennyire lehet ezt felgyorsítani? Megküldtük. Aha, Az szép. ennyire nem. Kurva élet. Hogy megy? Jó, hát egy olyan 5 darabban lehet megküldeni nagyjából. 5-6 a maximum, de lehetne többet is, csak. Jó, itt is legyen 5, meg itt is legyen 4. Hát ezen nem tudunk, ennél nagyobb gyorsítást nem fogunk tudni elvégezni a gumigyártáson. Nem mindegy, azért ez se lassú. Ja A nem la, nem tetű. kősütőhöz képest ez villámgyors. Persze. Meg ez nem süt, hanem ugye ez kisajtolja. Ja, sajtója, ja. És hát ez 3448 ciklus kell lefusson. Nem a sütés a lassú, hanem a gumi kisajtolás. Alapanyag van hozzá, tehát azzal nincsen baj. 3410 darab ilyen latexet kell csórikám legyártson. És lássuk be, hogy ez kifog az elektromos rendszeren.
Azon lehetne még aktívkodni, hogy azt mondja, hogy mennyi csatorna van ezen szabadon. Ó, mint égen a csillag. Tehát kiütöm a craftingot, mert azt ugye majd tudja onnan folytatni, ahonnan kell. És rárakunk generátort. Még egy 5 darabot. Export busszal, amiből még egy 10-et főzöl nekem. És akkor kell hozzá charcoal, amit valamire elhasználtunk nagy tételben, mert hogy nem nagyon van. Jó, majd hozni kell MV kábelt nekik. Betaníjuk neki a szenet mindegyiknek. Aztán eme kábel lel. Végig húzzuk a tetejét. Igen. Egyelőre megelégszünk ezzel a parasztossal, de azt majd ki kell cserélni hosszú távon. Elméletileg ezek a vackok online-ba kerülnek, akkor belekerül a szén, és csinálnak áramot, és akkor hozunk ilyen MV kábelt. Mondom, MV kábelt hozunk. Rákötjük. Hogy ne fogjon el az overclocker belőle. Persze. Így bassz meg, ez nagyon gyártja a cuccot. Valami craftingot kiadtunk neki, ami miatt amúgy is gyártja, ahogy elnézem. Nem tudom, hogy milyen crafting fut, mert ahhoz most már lassan egy crafting monitort kéne gyártanunk. Az mi az? Crafting unit. Oké, tessék. Egy crafting monitor. És akkor a kék az már nagyon elfoglalt vonal, ha jól sejtem, az tele van. A sárga az még belefér, a sárgára lehet pattintani, tehát ide rápattintunk egy crafting monitort. Azt hiszem ez nem az volt, amit mi akartunk. Ez szerintem a crafting monitor, ez csak annyi, hogy mutatja, hogy mit csinál az adott autocrafting rendszer. Nekünk nem ez kell. De biztos van valami crafting kijelzés, mert storage monitor, conversion monitor, akkor terminál. Pattern access, eme terminál, crafting terminál, pattern encoding terminál, azok ott a wire leszek ugyanebből. Az valami tök más. Hát nem jövök rá, hogy mi az, amit craftol, vagy nem craftol a rendszer. Valami kiadta az utasítást, ez biztos.
Most azt nézem, hogy ez a kábel, ez átviszi az áramot, mellett, hogy nem. Azt nézzük, hogy ez a szar, ez jó-e neki? Nem. Oké, akkor még annyit tudunk tenni az ügy érdekében, hogy HV kábellel kötjük össze. Mert annak jobb a tick per szekundje. Az biztos. És régen, HV. ami volt az üvegkábel, vagy az optikai szerűség, Ja az tényleg. mi volt? Glass cable. Azt kéne betanítanunk. Jó. Azt mondja, hogy cable, ezt kéne betanítani neki. Ez az IV kábel. És szerintem IV kábelt azt betanítottuk neki, egy 100 darabot főzzél nekem. Az elvileg jobb az a kábel, nem? Hát az a legerősebb. Ennél faszább kábelt nem nagyon tudunk rátenni az IC2-es gépre. Mindjárt megnézzük, hogy ez számított-e neki. Azt mondja, hogy Solar High Voltage. Next. Vala ne felejtsd el a transformátor upgrade-et. De Nem hát fogjuk. minek addig transformátor, ameddig ezért van, ameddig nincsen elegendő cuccunk. Csár, hol elfogyott a szén. Ilyen gyorsan, de mire? Hát mondjuk a széngenerátorokra. Jaj, betöltött mindegyikbe, gondolom egy-egy stacket kapásból minimum, mi? Igen. Meg Jó, a cső viszont. is visz magával valami tároló értéke van, ha jól emlékszem. Valami ilyesmi. Persze, hát minden ilyen. Mindjárt izé, azt mondja, hogy bone. Közben van bone blokkunk, ami. Hát tudsz alakítani csonttá. Aztán csontpórrá, ha jól tudom. Hát Meg azt ledarálva emelik, hogy 9 csontpor. az nagyon jó. Az biztos, hogy darálva 9 csontpor lesz belőle. Tehát, hogyha kézben akarnám, akkor is 9. És hogyha macerálom. Van nekünk itt egy szexi macerátorunk valahol. Nem lehet macerálni. Jó, Na, tudjuk. Rásolni. De lehet jó, akkor kézben átalakítom. De az 36 lesz, nem? azt tudom csinálni, hogy megyek nyomkodni a szénsütőt csontporra. De a szénsütő az nem csinál semmit a csontra, nem? A fa. Ja, a fát, aha, értem. Sokkal meglepőbb, hogy a fa se csinál semmit. Oké. Az ötlet jó volt. Persze, hát figyelj, hát lehet, hogy aztán valamit segített rajta, nem tudhatjuk. De ez nem olyan, mint az alap Minecraft-ban, hogy nyomtál egy csontport a saplingre, aztán azonnal ott volt a fa. Igen, ez úgy nem nagyon akarta ezt. Mert hogy itt a fának a növekedő, látod, a ledarálással nincsen baj, hát nincs egy fa se a terepen. Ez nem akar nőni, ez a fa.
szóljatok hozzá, fiatalok. Mondjatok. Szóval se jutunk. Mondjatok valamit. Nem megette, az összes szenet megkajoltuk valamire. Mindegy, hogy mire, de megettük. Hát gondolom használta föl, gondolom a... Már a szolárpaneleknek a szarjához is felhasznált egy na jó, csomót, de hát nem? Amit felhasznál, azt utána folytatni tudja, ha kiütjük a craftingot. De minden mennyiségben a faanyagot, azt most sikerült felhasználni, ahogy elnézem. De hát a szén, még mindig az van, hogy a szén az karcsú módon jön. És egy ezres hiányzik neki. Uh-huh. Ami azért nem kevés. Hát az az ezer hiányzik, amiket beletöltött a gépekbe most. Tehát 5 gépet raktunk le, 6-300-at teheted bele, nem? Igen, meg a csövekbe is fér el, azt hiszem csődarabonként 64. De nézd meg, hogy az van, hogy áll a rendszer, és nincs benne fa. Tehát nem nő a fa nem nő elég gyorsan. Uh-huh. Lassabban nő a fenyőfa, mint a normál fa. Ez azt jelenti. Mert hogy nem látom, hogy kinőne egyetlen fenyőfa is. Gondolom te se. Hát most vagy ez valami vizuális bug, és állnak a fák, csak mi nem látjuk. Mm. Ja, rosszabb tudja, vagy, ha vagy valami... Ha vizuális lenne a bug, akkor sütnének a sütők. Akkor viszont valamint, ha bebagolódott volna, nem a fáknál, vagy nem tudom. Hát lassabban nő a izéfa, a fenyőfa, mint a nem fenyőfa. Mert ezek itt nőnek normálisan, azok meg nem. Hát eleinte, amikor leraktad, azért nődögéltek a fák. De most nem. Igen. Na most... Be van töltve ez a csánk? Nem ment el belőle, hát hogy annyit kóborol? De most be van töltve. Itt vagyunk. Aha, akkor jó. Aha, jó. Tudod, a player körül szinte mindent betölt, azzal nincsen baj. Nincsen, csak a fele van chunk loaderezve, az ott jobb fölül látszik a térképen elvileg. Uh-huh. De... Vagy palat, használd a sima szenet is. Mi ez sima szenet? Nem, a sima szenet nem használjuk föl olyanra, amire faszenet lehet használni, mert a sima szén az másra is kellhet. Így van, az pontosan az kellhet a gépekbe, ahol a szenet kell tölteni, nem? Igen. Janel, hol van? Áll ott bent és vár valamit? Nem dolgozik? Igen, te rád vár. Azt mondta, hogy ki kéne kormulni a kéményt. A házon. Ez nem Zsani. Azt mondja a pászlőd, van neked 7000 szened. Hát igen. És az ilyen speckó széllapokra, meg ilyenekre kellhet. Az nem Zsani. Ez nem Zsani. Itt a Zsani. Mi a bajod? Minden. De van fordulva. Nem lehet, hogy készen van az a cucc. Lehet, hogy készen van. Nem tudom, de akkor azt kiírta volna a játék maga, nem? Amikor hát, el szokta készíteni. Aztán nem vettük észre. És mit épített amúgy utoljára? Raktár volt a warehouse. Uh-huh. Itt van végül is. Az mi az ott, egy cimbalom, vagy mi? Ja, nem. Úgy nézett ki. Azt mondja, hogy... szállító munkást kéne fölvenni. Ja, ott írja, mi a baja. Nem vettél neki gyűrűt, bakke. Hát,
Még trombita részből se hallod? Hát, pedig van ez annyi. Mert így énekelt ott az előbb, hogy a mennyasszonyi fátyol a fejemre kerül. Az a helyzet, hogy szerintem megépítette a Zsani a cuccot. Nem, ott most valami... Annak van valami baja. Mi a bajod? Nem tudja az inventoriát dumpolni. Lehet, hogy építeni kell valami szállítót, és... Egy kicsi kápolnát, ennyi. Kápolnát imádkozzanak, amíg felgyújtjuk az egészet? Igen, pedig azt mondta, te nem akarod ma felgyújtani. Volt valami szállítmányozás a játékban, Forester, bánya, igen, warehouse, állattenyésztés. Courier. Aha, van ilyen szállítmányozó genyó. Kell hozzá vascsizma. Én úgy négyig leszek, Pala, nem tudom, te meddig tervezöl. Hát én nem terveztem. Az jó. Ja, neked jó, akkor te maradható még de utánó, azt nem? mondom, hogy semmi terv nem volt itt. A Milyen rend. film lesz ma? Találtál valami újat? Izét nézzük, nagy pénzrablás. Az jó film, azt megnéztem én is. És Meg tudod, mit néztem meg harmadik évad. régebben? Az jó. Tudod, melyiket néztem meg? Láttad a 30 ezüstöt? Nem. Pedig az jó film. Hát tudod, a Júdás 30 ezüst, amire eladta Jézust. Gondolom. És akkor abból csináltak egy sorozatot, ilyen két évados, de csinálják a következőt. Az rohadt jó az a film. Így néz ki Ez egy egy kicsit olyan szállító. misztikus. Nézd, ez itt egy szállító munkás. Állomás. Aminek van egy dobozza, egy kerítése. Az bonyolult ezt megépíteni a Zsaninak szerintem. Ez kell, vagy 8000 kő, jó, nem meg ismerem minden, vagy ide, csak egy... nem ismerem ide tenni. Az egyik, hogy olyan fából rak le, hogy ók legyen, tudod mindenképp, mert látom ott valami sötét színű fa volt. Dark oak. Vagy na, hát és ez van itt valahol? Vagy spruce. Na most, de kinőttek a fájt, Pala, nem? Várjál már. Hú, ez micsoda? Ez tényleg kell egy-két kő. Mondom. Ez egy szállító munkás lett, tényleg? Delivery man, azt mondja pedig. Na, az úgy néz ki. Ez így jónak tűnik. Igen, ez olyan jónak tűnik. Zsani? Janet? Janel, hol vagy? Már biztos a putriába vár téged, hogy ad neki a cuccokat. I serve with pleasure. Elindult a Zsani. Ha mondom. Akkor befejezte az épületet. Most összeszedi az alapanyagot, gondolom. Igen, elkezdett dolgozni a szállító izén, és nem kér semmit jelenleg, hanem megy és csinálja. Gondolom, megcsinálja az alapokat először, gondolom én. Gondolom, most földmunka jön. Ma távolról ütöget. Itt melletted mik ezek a rohadt nagy fák, amik az égig érnek? Akkor vastag olyan törzsért. Fát ültettünk el. Ja. De nem, hogy látsz. De most kinőtt ott valami fa, valami világos színű, vagy nem? Szerintem... Ha nőtt is ki valami... Ja, ez nem az a fa, ez az ő, jó, oké. Nem, úgy néz ja, ki, nem, semmi. Ez valami árcsód.
Aha, de azt nézem, hogy semmi szinte. Hát vagy ilyen gyorsan levágunk egy fát, miután kinő. De Tehát nekem gyanús, hogy lassan nő a fa. de ennyire. Hát én nem olvastam, mert meg kell nézni az alap Minecraft, a Spruce Sapling milyen gyakran nő ki. Valaki? Viki? Én nem ismerek semmilyen vikit. Hát azt tudom. Honnan tudod? Neked nincs Hát, viki ismerősöd? de hát most mondtad. Nekem nincs, de neked van. De nem mondom, most mondtad, hogy nem ismersz semmilyen vikit. Én nem. Megnézi a Hát, Kriszti. oké. Azért mondom, hogy ezért azt tudjuk csinálni, hogy Oak Saplingre átállítjuk a rendszert. Hát más nem tud csinálni, mert úgy néz ki, ez rohadt lassan. És ilyenkor főveri a szeplinget, ami nem van magától főszedi. Nem, ki fog cserélődni idővel. Vagy berakom most így. A szabad helyeket ugye végignézi a gép valamilyen metódus szerint, és akkor annak függvényében ültet. Azt se tudja, hogy nézi most milyen időközönként, de egy idő után ki fog cserélődni, mert azt állítottuk be, hogy akkor ezeket a fákat ültesse és szeplingezze. És szerintem Jaja. nincsen szepling, meg fa kukázva se. Azért azt csekkolom. Én úgy tudom, hogy csak kő meg ilyenek vannak belerakva a Ilyen kukának Darkstone, meg Tuff, meg Rooted a Dirt. leválogatójába. Ilyen, nem tudom, ilyen semmi. Ja. Hú, de beálmosodtam, basszus. Igen. Ja, nem, attól még mehet úgy, de nem, reggel a gyerek mi a fő kellett kellem 4:30-kor, mert múltkor is elaludt. Aha. Aztán, hogyha már fő kelek, én nem tudok visszaludni, az a baj. Közben nem derült ki, hogy a Spruce miért nem nő, de De mi legalább. azt mondta, Kriszti nézi, hát tudod, dolgozik ám közben. Zsaninak ásó kell. Te mikor keltél reggel? 8-kor. Na hát akkor még elég fiatalon, korán keltél te is. Ez így van. Ez nem is volt veled ilyen mostanában. Ha mondjuk max szombaton. Hát jó, de hát most ez egy olyan dolog volt, hogy Ez fontos volt, így van. ez most olyan nem hagytuk ki kategória. Zsani, Persze. ha nem szaladnál előlem el, adnék neked ásót. Mondtam, ha gyűrűt adnál neki, akkor már rég ott lógna a nyakadon éjjel-nappal. I get to build it again? I get to build it again? Mehet dolgozni, Zsani. Vágd vele hátulról fejbe a lapáttal. Egytől Egy, har... 30 És percig. a normál oak saplingnek mi a növekedése akkor? Az oxeklinnek, drágám, annak mennyi meg tudod kukkantani? Mert akkor valószínűleg ennyi a trükk, hogy lassan nő. Egytől 30, valószínűleg az 1 percet nem bírja a rendszere. Hát az 1 perc az valahogy kimaradt az életéből, igen. Akkor már nagyon OP lenne a fa, nem? Hogyha percenként nő neki a szeplinge, gondolom én. Igen, de nekünk ugye valami olyat érdemes farmolni szénnek, ami Ami... gyorsan. Szia, Nightbot! Jó van, Zsani meg dolgozik. Mondjuk a Nightbot is megnézhette volna ezt, itt mindig írogat. Jó, hát figyelj, ez egy olyan dolog, hogy a laza Minecraftozás ez olyan, hogy... De jó az, hogyha ezért azt mondjuk, hogy 4 körül abba hagyjuk. Hát, hogy nincs ezzel semmi gond, mert...
Most igazából azzal foglalkozunk, hogy miért nő olyan lassan a fa, hogy megcsináljuk a napelemet. Megközelítjük.